Jó napot kívánunk! Jó napot kívánunk! Jó csendes nyugalomban, vasárnapi délelőtt. A koronavírus által okozott pánik. Csendes nyugalomban, igen. Nagy pánik utáni. Mit nálam nem volt, kezdetétől nem volt nálunk semmiféle pánik. Nyugalomban, csendben, nem tudom azt, hogy mennyire hangos lesz itt a felvétel, de Medárdát meg kell kérjük, hogy kis unokánkat vigyel innen, mert ő közben vele szó beszélget itt. Az előtt le kellett beszélni róla, hogy ne énekeljen. Szívem, most ne beszélj le, hanem vidd el, jó, jel, megkérjük szív. Jó. De aztán Medárdán majd visszajön. Én még a Ceausescu korszak végén volt egy ilyen kegyelmi időszak, amikor Romániában, ahol amúgy sem volt sok gépkocsi, de tehát a dácsiákon kívül, tehát kétfajta dácsia volt, akkor az 1100-as, 1300-as, akkor volt még Trabant, Warburg és Lada, másról nem nagyon emlékszem, ja, Skodák voltak még, de azok sem járhattak, csak fele járhatott minden hétvégén, vagy egész héten, nem tudom, mikor egyik héten volt a páros számos autóknak a járkálási lehetősége, másik héten meg a páratlan számoknak. És akkor jó tél volt, emlékszem, és olyan jó csend volt, olyan nyugalmas volt minden. Tehát én azt a korszakot egyébként nem szerettem, mert hogy Ceausescu volt mindenütt. A képernyőkön kinéztél az ablakon, ottan a, úgy hívjuk, hogy Fehérház homlokzatán egy hatalmas nagy Ceausescu transzparens, mindenütt. Ha kimentél a térre, a tapstérre, hogy mondták, akkor ott egyik felül Ceausescu, másik felül a színház és a szakszervezetek művelődési háza homlokzatán szintén egy Ceausescu, és mindenütt csak Ceausescu, mindenütt csak piros és sárga kék, mindenütt csak piros zászló, sarlós kalapácsa. Idegesítő és fárasztó volt persze, de ebből a szempontból, hogy csend volt és nyugalom, én akkor már elég sok hangos művet elolvastam, és vágytam erre az idillikus csendre, és nagyon jó volt. Úgyhogy én örvendtem ugyan a forradalomnak, de ennek a kegyelmi, csend, nyugalmas életnek vége szakadt. És akkor, ahogy írja Hamos Béla, hogy második világháború után mi történt itt Magyarországon, amikor minden porrá égett, porrázózott majdnem, és akkor lehetett volna egy új életet, új életrendet kezdeni, és akkor azt mondja, mit látott az, hogy egyik ellopta a másiknak a lepedőjét, stb. Na, itt meg én azt láttam, hogy elindult a nyüzsgés. Székelyek kezdték kivágni Hargitán az erdőrészeiket, azért, hogy a Sopronban tanuló gyermekeiknek szuperautót vegyenek, és azzal járkálhassanak a fiatal emberek haza, és így tovább. És elindult a nyüzsgés. Na, tehát az embernek szüksége van ahhoz, hogy nyugalom legyen, hogy csend legyen, hogy béke legyen. Ez, amiben, ami miatt, hogy mondjam, úgymond riasztónak láttam én is a migránsoknak az Európának az Európának a migránsok általi előzönlését riasztónak és fenyegetőnek találtam, és azt hiszem, hogy most sem lehet ott Nyugat-Európában most. Nagy boldogság. Na most akkor én megkérdezem Violát, és itt hátul olvassa való Sára a... Igen, látszik. Igen. Sára ott van, a barátnőnk Budapestről, aki eljött ide valami kis koronavírust felvenni tőlünk, hogy mennyire izgatják magukat a koronavírus miatt. Még csak két mondatot mondok, hármat, négyet. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy, hogy mondjam, tehát ez a metafizikai szempontból ez egy idillikus, egy várva várt, egy csodálatos állapot, amikor is az emberek rá vannak kényszerülve arra, hogy otthon üljenek, mindenki azt ajánlja végre másnak, hogy még ilyen logok is vannak, hogy ülj otthon, maradj nyugton, ezért olvassál, foglalkozz a gyermekeiddel, férjeddel, feleségeddel, édesanyáddal, édesapáddal, testvéreddel. Nem mind nyüzsögjenek annyit a világban, nem kell annyit rohangászni. Tehát, és akkor végre
elolvashatják, tehát azért is jó ez a koronavírus szerintem, mert elolvashatják az általam írt könyveket, amit most Sára is éppen böngészi az újonnan megjelent a Tártos Bolond című trilógiának a második könyvét. Na, Viola szívem, te mennyire tartod riasztónak, veszedelmesnek, fárasztónak ezt az új állapotot, hogy most vírus támadás van itt mindenfelül? Hát én is, hogy mondjam, tehát az előnyének, tehát mindenképp van ennek ez a pozitív hozadéka, hogy tehát azáltal, hogy az emberek így rákényszerültek arra, hogy ami nem annyira fontos, azt az, akkor amiatt ne menjenek el otthonról, ne zsugjanak, úgymond, hát így le tudnak, tehát otthon lehetnek nyugodtan és békében is. Mindenképpen, hogy mondjam, alkalom nyílik arra, hogy hát megtapasztalják azt, hogy úgy is lehet élni, és érdemes, és talán még jobb is, mert persze, hogy egészségesebb is lenne, tehát jó lenne, én reménykedek benne, hogy sokakban az felébred, hogy felébred az igény, hogy tényleg inkább valamilyen nyugodtabb élettempóban élni, és más. És elmélyült ebben. Más értéke, tehát az értékrend. És elmélyülni. Ennek köszönhetően. Elmélyülni. Majdnap mindjárt beszélni tovább, csak az előbb akartam iktatni, hogy nem kell, rájönnek arra, hogy annélkül is lehetnek boldogok, sőt, úgy még boldogok lesznek, boldogabbak lehetnek, hogyha nem kapnak minden gazdagodási lehetőség után, hogy nem nyúlnak és nem szaladnak. Na, itt van egy lehetőség, gyorsan pénzt lehet itt keresni ezzel, és ezzel az alkalommal akkor hamar, mit tudom én, vegyünk meg, csináljuk meg, adjuk tovább, üzleteljünk, gyártsunk le ilyesmit, mert most ez a divat, ezt most veszik az emberek. Tehát sem a meggazdagodási lehetőségen, sem az élvezkedési lehetőségen, hogy nem kell kapva kapni, mert most itt a lehetőség, akkor ezzel kell élni is. Mert tetszik tudni, mi történik, nem él ezzel senki, ezzel visszaél, visszafejlődik, visszafordítódik. És, hogy mondjam, visszacsúszik a karmájába. Jó, na most akkor mondja tovább, szívem, ezt be közbe kellett. Azt akartam még mondani, hogy van két szélsőséges nézet. Szerintem húzd elébb a szőket, hogyha olyan halkan beszélsz. Van két szélsőséges nézet. Az egyik az, hogy nem kell semmivel, a következményekkel nem kell foglalkozni, csak úgymond a mókuskerékben hajtani, dolgozni, amennyit csak bír az ember, pénzt keresni, és minél jobb körülmények közé kerülni. Anyagilag. És magát fejleszteni ehhez, ennek érdekében. Ők azt mondják, hogy fejlesztik, hogy fejlődnek a gyermekek, hogy annyit tanulnak, és annyit kell tanuljanak, és közben nem fejlődnek szegények, hanem, hogy mondjam, elbutulnak. Sőt, most már ott vagyunk, hát nem tudom, hogy ez most, hogy rászorítja a gyermekeket arra, hogy interneten keresztül tanuljanak, hogy ez, hogy mondjam, kiutáltatja-e velük az internetet, hogy még jobban rákapatja őket, ez majd eldől. Mert eddig az történt, hogy most már nem is olvastak egyáltalán, vagy nagyon kevesen, tehát ez azt jelenti, hogy megint csak nem mélyültek el, nem néztek magukba, nem szokták hozzá a gyermekek ahhoz, hogy magukban nézzenek, ugye kamaszok, fiatalok, mert mindig a külső információt állandóan, hogy kapjunk utána, hát ha ez most boldogabbá tesz, hát ha ez most fejleszt, hát ha ez most már jobb körülményeket hoz, és így tovább. Bocsi, most már hagylak, szívem. Igen. És tehát ez a két szélsőség, az egyik az, hogy igenis, így bele kell ugrani az életbe, úgymond, és gyúrni, ameddig bírjuk dolgozni. Habzsolni az életet, igen. Vagy legalábbis ők sokan úgy gondolják, hogy szolidan, de azért úgy bármit, amit eszébe jut megvásárolva,
megvalósítani. Igen. És önmegvalósítani. Ezt mondják, hogy az külső megvalósítás az nem önmegvalósítás, az a, az önző, az önzés megvalósítása tulajdonképpen, igen. És akkor van, akik úgymond a lelkiismeretüknek egy részét így kiiktatják, vagy, vagy megkeményítik, hogy nem baj, hogy közben tönkretesszük a környezetet másoknak, és akkor így nem csak az állatokat és a növényeket, tehát nem, nem csak a földnek egy részét, vagy egyre inkább tönkretesszük, és élhetetlené tesszük, de a másik ember számára is élhetetlenné tesszük az életet, mert mondjuk zavarjuk, mert, mi a, mert ugye az egyik akkor nyírja a füvet, és flexel, és a többi, és akkor van támad kedve 120-szal véghajtani a városon, amikor a másik pihenne, és így fordítva, tehát mindig valaki nyüzsögnek és zajonganak, és akkor van az egyik, aki azt mondja, hogy nem baj, ezt el kell fogadni, és így élünk, és nem baj, egyszer vége lesz, úgy lesz jó, kész. Míg van a másik véglet, akik pedig ilyen depresszív módon azt mondják, hogy jaj, hát az ember az nagy baja a Földön, hogy a legveszélyesebb a természetre, és olyan, mint egy rákos daganat a Földnek, mint egy vírus. És tehát egyik sem helyes, van egy arany középút, hogy lehet harmóniában élni a természettel is, meg egymással is, a kettő az össze is függ. És az Istennel is. És az Istennel, így van. És hát szerintem tehát ez a vírus, tehát az emberiség már annyira úgymond elvadult, és ahogy annak idején Havas Béla is megírta, hogy ez a kor a technologizált barbároké, vagy hogy technologizált barbárok lettek, hogy még lesznek az emberek. Hát ez tényleg... Ezt írta egy fél évszázaddal ezelőtt. Hát ha most látta volna, hogy mi van, mi történt, hova fejlődött, úgymond, mint a Szilágyi Domokos versében, hogy fejlődünk, de akkor át, igen, mondja. Na, tehát, hogy mondjam, végül is, szerintem már nagyon sokan, hát ez köztudott, hogy nagyon sokan várták azt, hogy végre ébredjen már fel minél több ember, és változzon ez meg, ez az ön és környezet pusztító hajsza. Úgyhogy tulajdonképpen egy érthető következmény ez, hogy az is, hogy az időjárás egyre szélsőségesebb, és hogy katasztrófák történnek, hogy a migránsok előzőnek Európát. Tehát mindez olyan helyzeteket teremt az emberek számára, amitől felébredhetnek, tehát szembesülhetnek azzal, hogy nem bebiztosítható az ő életük attól, hogy úgymond pörögjön a gazdaság, és ők ebben teljes erővel részt vesznek, és akkor minden rendben van. Tehát nem ennyi, nem lehet ennyi az élet, és nem akarom ismételni magam, tehát ugye ez tehát pusztítás. Csak egy kicsit javítanám, hogy ettől felébredhettek volna, hogy a méhek bitton pusztulnak, hogy a fecskék pusztulnak, vagy nem jönnek ide, stb. Tehát ezer egy jelenség volt, ezer egy jel arra, hogy amit csinál az ember, a nyugati típusú civilizációban élő ember, mert most már ott van, hogy Tájván is, és egész Dél-Korea és Kínának mondjuk az a déli része, ami eddig kapitalista kézen volt, akkor Dél-Korea, Japán, stb. Tehát nem mondhatjuk már, hogy ez európai vagy nyugati civilizáció, hanem ez nyugati típusú civilizációban élő ember, tehát, hogy ebben a nagy szent őrületében, hogy gazdaságilag minél nagyobb növekedést érjen el, mert akkor attól boldog lesz, ettől egyre jobban elhűlt, és már macska és kutya szállodák, meg úszódák, meg ezek is vannak, meg cukrászdák, stb. Gyermekek helyett, és az emberek nagy, hogy mondjam, egoizmusukban
már gyermekáldás sem fogadják, hanem ahelyett kutyákat, macskákat, meg van akik kígyókat, meg nősbékákat, stb. Hát ilyenfajta házi kedvenceket tartanak, hogy itt van szegény Sára, aki nem mert eljönni úgy, hogy a macskát ne zárja be a házba, mert már oda jutottak egyesek, hogy már ezeket az állatokat sem bírják, és mérget helyeznek el az udvarokon és az utakon, hogy ezek a kutyák, hogyha arra tévednek, vagy a macskák, akkor dögöljenek meg ezektől a mérgektől, stb. Tehát, hogy nem lett ettől semmivel sem jobb, semmivel sem lett boldogabb, mert a gonosz ember az nem lett boldog, az legyen világos. Aki mérget tesz le a természet és az Isten teremtményeinek, hogy azok dögöljenek meg a méregtől, azok nem boldog emberek. Nem arról az, hogy elítéljük őket, hanem ők nem boldogok, legyen világos. A gonosz ember, aki másnak rosszat akar, rosszat is csinál, még olyant is beszélgettünk az este, olyanról is tudnak itt az én tájékozott családtagjaim, meg Sára is, hogy még kutyára rá is lőttek, és így tovább. Tehát, hogy ez így nem lehetett tovább, mehetett tovább, és egy számtalan, amit felsorolt Viola az előbb, az mind arra utaló jel volt, hogy ez nem megy, itt baj van, itt meg kell állni. És az ember nem volt hajlandó leülni a fenekére és gondolkozni, hogy ez tényleg nem jó, hogy tényleg nem boldog, hogy tényleg növe... Tehát ott van a nagyszerű és a fantasztikus és a zseniális orvostudomány, és mégis a betegségek egyre szaporodnak a helyet, hogy csökkennének, és így tovább. Hogy mindenük, minden kényelmi lehetőségük megvan az embereknek. Nem tudom, mennyi... nyugodtak. Igen, mennyi gyógyszereik, stb. Na jó, itt most be lehet dobni, hogy a gyógyszer méreg, stb. De hagyjuk. Tehát mindent, amit ők úgy gondoltak, hogy meg kell szerezniük, elő kell állítaniuk tudománnyal, technológiával mindent. A tudomány beígérte ezelőtt 300 évvel, majdnem 250 évvel, hogy na most meg fogunk boldogulni, és itt a földi mennyország fog létrejönni a földön, na nem jött létre. Miért? Mert mindez hozzá sem ér a karmához. Tetsz kérteni? Nem, hogy hozzá sem ér. Még dagasztja azt, még növeli azt, hogy itt vannak a természetgyógyászok, és ott van a zseniális Kovács Magyar András, aki elmondja, hogy a vírusok miből állnak, és miből tevődnek össze, csak épp azt nem mondja el, hogy vannak pozitív, úgymond, tehát olyan vírusok is vannak a szervezetünkben, amik nélkül nem tudnánk élni. Úgy, mint de hogy vannak, úgymond, nevezzük úgy pozitív baktériumok, úgy vannak olyan vírusprogramok is, amelyek segítenek bizonyos életfunkcióinknak az ellátásába és a fenntartásába és a működtetésében. Tehát, hogy nem külső ellenség az, ami az embert, hogy mondjam, nem engedi ahhoz, hogy egészséges és boldog legyen, de ő saját maga, illetve az, ahogyan viszonyul az élethez, az élet szentségéhez, a szakralitáshoz, hogy arra már semmiféle érzéke nincsen, és hogy mondta Sára, hogy az olaszok már azt csinálták, hogy üvöltő zenéket raktak ki a balkonjaikba, ablakaikba, ezekből az erősítőkből, hogy ott egy nagy zenekona volt, nem tudom, Sára mindjárt idején is elmondja, volt a helyet, hogy hagynák egymást lenyugodni, lecsendesedni ennek a hatására. Most ez nem fog elmúlni, hanem addig fog tartani szerintem, amíg legalább egy picit, egy millimétert valamennyit vissza tud fogni, tehát hozzászokik az ember egy kicsit, hogy visszafogottabban, nyugodtabban éljen. És miért kell? Azért, mert az isteni dimenzióban, amiről beszél Kovács Magyar András is, hogy a nullapontnak mondja ő, ugye, ott hozzánk képest, és a mi életünkhez képest nyugalom van. Tehát a teremtő imagináció, a teremtő az egészséghozó és a boldogsághozó teremtői képességünk, tehát a mágikus erő képességünk, akkor működik pozitívan és jól és egészségesen, tehát, hogy mondjam, hiba nélkül, akkor hozza be azokat az életkörülményeket, amelyeket így vadászunk technikával, tudománnyal, mindenfélével, amit hiába vadászunk, és úgysem fog elég lenni soha, és úgysem fogunk megelégedettek lenni. Tehát a lenyugodott, békében levő, csendes, kontemplatív
mágikus képességünk, amik ott van bennünk, az akkor tudja beidézni azokat a sorskörülményeket és azokat a egészségi állapotokat, akkor vírustalanítja magát, ahogy mondja megint Kovács András, de nem azokkal az elixirekkel, amiket ő kínál jó drágán, ugye, hanem ezeknek a tudatosítása segítségével, igenis meditációban és kontemplációban, akkor tudunk oda elérni. Tehát nem az az út, amin próbáltuk ezt, vagy próbálta az emberiség java elérni. Szívem, mondod-e tovább? Ezt akartam még elmondani, hogy ez is egy, tehát hogy ez a következtetésünk is, tehát hogy ez várható volt, hogy valami kell történjen. Hát persze a Föld különböző részein különböző események, tehát egyes helyeken, országok, tehát természeti katasztrófa történik időnként. Tehát mindennek megvan az oka, tehát azt akarom én mondani, hogy az asztrológiában nem azt nézzük meg, hogy na most ez itt meg lehet jósolni, hogy na most ez fog következni, hanem tulajdonképpen hogy mely karmák kerülnek előtérbe, az látszik egy horoszkóp, tehát az aktuális horoszkópból is, de azt, hogy milyen fokú, milyen jellegű események történnek, az sokkal inkább, tehát abból következtetjük ki, hogy tehát az egyes nemzetek, népcsoportok, országok, vagy most az emberiségnek a nagy része milyen úton halad, tehát milyen irányba halad. És ugyanígy az egyéni sorsokban is, hogy valakivel valami baj fog történni, tehát úgymond jelzést fog kapni, azt abból tudjuk kikövetkeztetni, hogy milyen úton halad. Tehát soha nem abból, hogy na most milyen csillagállás lesz, és akkor biztos, hogy ez valakivel, tehát hogy egyes emberen, na most ez fog veled történni, vagy egy néppel ez fog történni, az nem attól függ, hogy milyen csillagállás van, hanem attól, hogy milyen úton halad, tehát hogy mit tesz, mert követted van, hogy ott van a 10 egyetemes törvény is, van az okokozat, a karma törvénye, tehát ez is egy okozat, ez a vírus, tehát a koronavírus, attól függetlenül, hogy hogyan keletkezett, mert amint beszéltük, hogy különböző elméletek vannak arra, hogy ezt most direkt gyártották-e valakik, vagy csak... Jó, igen, a konspirációs, hát nem elméletek, hanem konspirációs folyamatok, vagy jelenségek is, hát hogy elméleteknek mondják. Hát a elméletnek mondják, úgy közszájon ford, de én ott pont azért javítottam ki magamat, mert nem úgy, tehát én igyekszem úgy beszélni, ahogy van a valóságban, és nem ahogy mondják az emberek, mert akkor eljutunk az eufemizmushoz, mint ez a hivatalnok nő, aki oda jutott, hogy azt válaszolta nekem az a hivatalnok nő, aki megszüntetett minden családi ellátást, és átnyomta az egészet túl a kerítésen Romániába, mint a kakát, vagy a döglött macskát, hogy dobjuk át egyik kerítésen a másikba, és a család ott van mindenféle ellátás nélkül. És tessék elképzelni egybe a karanténes állapotban, mi nem kapunk családi ellátást. Na és mi van? Attól élünk, és én még örvendek, hogy nyugalom van és csend van legalábbis. Telefonálnak ránk különböző orvosok, orvosnők, hogy de ide... De sajnos még így is, na nem baj, de most már tudom, de hát akkor még nem volt teljes zárlat kihirdetve az egész minden országra. Na de most már lehet arra hivatkozni, hogyha nem meg, hát Orbán Viktorik azt mondták, hogy üljek itt, ha nem, ne hurcolászom szerencsétlen gyermekeket mindenfelé. Tehát ez nagyon-nagyon kellett az emberiségnek, hogy itt egy kicsit magához térjen, mert oda jutottunk, hogy ezzel a nagy-nagy liberalizmussal, hogy az emberekben benne van karmaként, ugye például a tűzkarmásoknál és a bakkarmásoknál a beavatkozás és az irányítási mániára való lehetőség. Tehát hiába mind akarnak nagy-nagy szabadságot és meghirdetik a nagy liberalizmust,
A nagy liberalizmus keretén belül, ha nincs úgymond az állami megfontolt önkény, akkor vannak az egyéni önkények, vagy a hivatali önkények, amelyek meg már ötletszerűek, amelyek úgy ők is tudják, hogy törvénytelen, de úgy elsiklanak, vagy felületesek az emberek, nem figyelnek oda, és akkor ahelyett, hogy a hibájukat kijavítanák, mint ebben az esetben, még a főnöknő is. Tehát a főnöknő nem azt a funkciát tölti be itt a mi esetünkben, hogy felülvizsgálja azt, amit felületesen aláírt egyszer, ugye, mert berakják az óra alá, írja alá a hivatalnokok, hanem még ráhazudott egyet a hivatalnoknak a hibájára, és leírta, hogy minden jól van, és a végén azt írja nekem a tegnap előtt, hogy mikor múlt hét folyamán kapott levelembe, levélbe végre kaptam, miért leereszkedett a magas telefonon is elefántson tornyából, és volt hajlandó írni levelet. Egyébként nem tudom, hogy miért nem telefonáltak azonnal, mert kérik a telefonszámot, e-mailt, mindent kérnek, de ők toltak rá, hogy szóljanak, vagy tájékoztassanak. Na most azt írta, hogy Magyarország úgy döntött, hogy az ön ellátásukat Románia kell, hogy biztosítsa. És én visszaírtam nekem, hogy drága asszonyom, most már nehogy nekem beadja, hogy Honti Vivien és ön, tehát Gázsanett, ön teljes Magyarországot megtestesítik, hogy ön az egész Magyarország önök ketten. Mert így írt, hogy Magyarország úgy döntött, és hogy én kis nyomorult, hidióta erdélyi, nyugodjak bele, süljek le a seggemre, mert ő öktön a magas hivatalában, mint Magyarország úgy döntött, hogy én be kell fogjam a pofámat, hogy ők lássák a romániai hivatalnokokkal, hogy intézik el a sorsomat. És közben nincs amiből vásárolni kenyeret, nincs amiből vásárolni, hogyha szükséges éppen gyógyszert, és így tovább. Na, tehát az emberek oda jutottak, hogy a felelősségről, teljesen a felelősség fontosságáról, az önkorlátozásról, az alaposságról, az odafigyelésről, a rendes munkaelvégzésről, és a kötelességek beteljesítéséről teljesen nem, hogy megfeledkeztek, hogy azt valamilyen nem kívánatos, fárasztó dolognak ítélik meg, és még az a hibás, és az fogja be a pofáját, aki csattan az ostor vége, az ő felelőtlenségének az ostor csapása. Úgyhogy ez így nem mehetett tovább, nem lehet csak ilyen őrült, hogy jaj, majd előbbre leszünk, és akkor jobb lesz, ma gazdagabbak leszünk, és akkor jobb lesz. Nem lesz jobb. Ebből fel kellett ébredjen az emberiség. És íme az Úristen sokkal okosabb, mint mi, mert még akkor is, hogyha igaza van ezeknek a konspirációs nézéknek, elméletet gyártóknak, vagy a konspiráció szerint gondolkozóknak, mint amilyen Jakab István úr is a Viva Naturától, mert neki néztem az este többek között a legutóbbi reagálását erre a jelenségre, ő is azt mondja, hogy Londonban vagy Angliában termelték ki ezt a koronavírus, aztán egész nagy elmélete van, hogy miért pont Kínába, Iránba és Olaszországba állítólag, mert ezek ellenálltak a nagy gazdasági háttérhatalomnak, és akkor ezeket akarták leültetni, mert ezek önálló államok voltak, Kína, mint kommunizmus, Irán nem tudom, hogy mint milyen egyéni, vagy milyen vallási diktatúras, az észak-olaszok nem tudom, hogy miben álltak ellene a nagy háttérhatalomnak, de azért pont itt robbantották ki, és itt terjesztették el, vagy hogy mondjam, szórták el a koronavírust valakik. Szóval ezek ilyen aberrációk, és hogyha így igazuk is van, tehát hogyha ez nem természet, úgy mondom, hogy nem úgy van, hogy én mondtam, hogy az Isten hozta létre, én azt mondom, hogy mindennek, ami természet szintjén megjelenik, az isteni jogosultsága van, ugye? Mint a vírusoknak is, amit még egyszer mondom, nem mind ellenségek. És nem véletlenül rombolóak bizonyos vírusok. Mert ez egy önfenntartó rendszer. Tehát az emberiség önmagában egy önfenntartó rendszer. Tessék elolvasni Lázár Ev nevű orosz természetgyógyász bioenergetikust, aki ezt leírja, hogy tulajdonképpen bennünk van az a program, ami minket tönkre kell tegyen, akkor abban az esetben, hogyha rosszul viselkedünk, hogyha az egyetemes törvények ellen dolgozunk,
és járunk el, illetve a karmánk oldása ellentétes irányban élünk. Ott van bennünk, tehát az Úristennek csak úgymond meg kell nyomni a gombot, ez vicc, persze nem így van, ez egy szélsőségesen van így elmondva, és nagyon, nagyon parasztiasan és nagyon leszűkítve, de meg kell, és akkor bennünk vannak azok az önrombolási lehetőségek, mint a negatív romboló vírusok, ugye, amelyek beindulnak, és kezdik a programjainkat úgymond kifejteni, hogy leírják, hogy befiszkelik magukat egy-egy gazdasejtbe, de én nem gazdának neveztem az árnyéként, ugye? Befészkelik magukat a gazdasejtbe, és kezdik legyártatni különböző más sejtekkel az ők programjaikat, amelyek vagy pozitívak, mondom, vagy negatívak. Tehát az Úristen ügyesen kitalálta ezt, hogy most vagy elültette, vagy létrehozta ezt a bennünk, vagy már ott volt időtlen idők óta, ki tudja, ezt a koronavírust, ugye, mert talán több fajtája van neki is, egy volt csak veszélyes, az most elindult, de lényegében, hogy ezt jobban megcsinálni, ezt ki nem találtuk volna, hogy az embert ilyen jól leültetni, hogy nem mind nyüzsögjenek, nem mind repkedjenek össze-vissza a levegőbe, ott, mert azzal terjedt szét, ugye, a koronavírus. Egyrészt meg zavarta az embert, ha nyáron este kimelk ide, hogy legyek egy kicsit csendben az udvaron, és búrog a repülő a fejem fölött. Olyan fontos dolgok vannak, jaj, úgy kell menjenek azok a repülők, hogy annélkül nem is tudom, hogy mi lenne, ha nem lenne sok repülő az égen, és nem szennyeznék, mert itt mindenféle szennyezésről szó volt eddig, csak a repülők szennyezés. Hát azok csinálják a legnagyobb szennyezést, hát akkora mennyiségű kerozin, meg mit tudom, milyen üzemanyagokat égetnek el ott a fenn a levegőbe, az atmoszféránál a felhők között, ugye, és a felhők fölött, hogy olyan 1000 autó nem tud olyan izét, olyan szennyezés létrehozni, mint egyetlen egy repülőgép. Na úgyhogy most már le lesz minden szépen zárva, nem repkedhetünk egyik a helyről a másikra, lecsendesedik mindenki, lenyugszik, én nagyon remélem, hogy most lehet, hogy gonosznak fogok kitűnni emiatt sokak szemébe, de én remélem, hogy nem lesz olyan gyorsan vége az egész pániknak, mint annak idején, mint amikor Bin Ladenik állítólag maga Bush elnökék kilőtték a World Trade Center-t New Yorkban, ugye az IKEA tornyokot, a modern Babel torony megtestesüléseit. Jó, tehát én mindenkinek azt mondom, hogy ne idegeskedjen ettől, ne essen pánikba, ne érezze magát, hogy mondjam, ártatlanul korlátozva, és jogtalanul korlátozva, hanem örvendjen neki, hogy végre nem kell ide-oda futni, úgysem halunk éhen, mindenkit megnyugtatok, hogy nem fogunk éhen halni, vagy mi sem halunk éhen, annak ellenére, hogy nem kapunk látást. Ugye, meg kell változtatni természetesen az étrendet, egészségesebb táplálékot kell fogyasztani, még akkor is, hogyha azt mondják, hogy jaj, ma már most nincsen bio étel, mert mindent trágyázol. Na kérem szépen, én a zöldségüzletbe veszük almát, sárgarépát, karalábét, mi van itt az asztalon, káposztát, karfiót, mindent. És az elég, az ami abban van, nem kell biót vadászni, azzal lehet jó egészségesen élni, csak nem kell hozzá cukrot enni, és főleg húst. És ennyi hát az a hús úgysem egészségesebb, akármennyire is vannak ezek, nem tudom milyen trágyában. Hát az állatnak sem adnak, nem tudom milyen vegyszermentes takarmányt. Na, akkor én innen félreülök, és ide hívom Sárát, hogy ő is mondja el a maga tapasztalatait meg, hát, hogy ő... Én nem, ti maradjatok. Jövök. Na, Sára. Üdvözlet mindenkinek. Ezt a könyvet olvastam. És valóban ez egy egész más logika szerint íródott, úgyhogy javaslom mindenkinek elolvasásra, mert... De Sára, csak azt akarom mondani, hogy ezt 20 év ezelőtt kezdtem írni, és milyen logika van? Most az isteni logika. De most teljesedett be, amiket ott leírtam, hogy igaza van, nem? Így van. Na mondjad.
Hát nekem mindenképpen az jut erről eszembe, erről a vírusról, meg a most kialakult helyzetről, hogy szerintem ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy az ember a hierarchiát, meg a sorrendiséget úgy rendezze magában, hogy mi a fontos. Kicsit olyan, mint amikor mondjuk elmegyünk egy ilyen kirándulásra vagy kalantúrára, és összeszedjük tényleg azokat a dolgokat, amikre feltétlenül szükségünk lesz, nem visszük magunkkal az egész házat, hanem azokat a legfontosabb dolgokat, ami tényleg a egészséges megmaradásunkhoz szükséges. Tehát nem, most is sok olyan dolgot el tudunk hagyni ebben a helyzetben, ami igazából nem szolgálta az egészségünket, meg a jólétünket, hanem... És a boldogságunkat, mi? Így van, így van. Hát a boldogság szót sokan szerintem félreértik. Sokan nem tudják, hogy mi az, ami őket valójában... Hát szerinted mondd meg, hogy mit értenek félre, mi az hát, a boldogság? Például nagyon sokan a nyugalmat azt unalmasnak tartják. Hát amikor valamiben nem nyüzsögnek, nem mennek el egy rendezvényre, egy programra, nem dolgoznak látástól Mikulásig, hogy utána este csak bedőljenek az ágyba, az valahol valakinek unalmas. És az unalmat ezt nem tudják építő jellegűen használni, ezt a nyugalmat szerintem. Hát ugye ez egy ilyen negatív töltetet kap, hogyha le kell egy kicsit csendesedni és magába nézni az embernek. Például a várandós nők között is nagyon sokan vannak, akik egészen a 8-9. Hónapig dolgoznak. Mert hogy otthon unalmas. Ahelyett, hogy kicsit így befelé fordulnának és figyelnének arra, hogy ez a leendő gyermek az tényleg rendesen ki legyen érlelve, és ne kelljen mondjuk bármilyen malformációval megszületnie, vagy most csak mondtam egy példát. Vagy beszélgetnének a mozzatukkal, nem? Hát zenét hallgatnak, vagy bármit, tényleg olyan dolgot, ami... Vagy csak... Ezt aztán egészíteném ki, hogy tehát nem is azzal van a baj, hogy aktív legyen egy nő végig, mert lehet nyugodtan, tehát otthon is lehet, mondjuk ha nincs még több gyermek, tehát mondjuk első vagy második, akkor lehet, hogy nincs annyi dolog otthon, de mindenképp azt meg kell nézni, hogy milyen munkát végez, és ott ő milyen lelki-szellemi állapotban van, mert hogyha agresszív állapotban van, tehát egy ilyen agresszív teljesítménykényszer alatt van, akkor semmiképp nem egészséges, tehát árt azzal a gyermeké, a magzatának is, hogy ő csak azért is még a várandóság ideje alatt is, vagy hogy mondjam, nem hogy csak azért, hanem mondjuk megszokásból, vagy mert úgy érzi, vagy mert valamiért ragaszkodik, valamely egy részét szereti, és akkor amiatt eltűr szenvedést, vagy azért, mert ő nem tudja elképzelni, hogy lemondjon a fizetéséről, és mondjuk csak a férj fizetéséből éljenek. Most, hogy kelljen kérni egyáltalán a férjétől pénzt, ugye? Nálad is felmerült a kérdés, nem? Hát igen. Nem akarok szemforgató lenni, én is sokáig dolgoztam a várandóság alatt, de éreztem, amikor hazaértem délutánonként, hogy azért sok volt az a 8 óra. Hogy azt tegyük hozzá, akkor még nem volt horoszkopod. De akkor már meg volt. Akkor már igen. Volt, igen. Akkor rossz horoszkopot csináltam. Hát egy kicsit kellett korrigálni az utóbbi időben, ez tény, de... Hát de az időt kellett körülbelül. Igen, az időt, igen. Nem, hát a bak és a szűz karma az ott volt csak. Igen. Hát, és ezek a legaktívabb, legnyüzsgőbb karmák tulajdonképpen. Hát a szűz az kifejezetten, amikor ugye nem akar magán dolgozni, és szerintem az olaszoknál ez valahol bejátszhat, hogy ott ugye ez a nagy divatipara elgott a modellek, ez mind azért a szűzhöz tartozik, hogy olyan munka, ami nem a saját képességeinek, az ember képességeinek a fejlesztését okozza vagy hozza, hanem mond, valami olyan függettet a belső szellemiségtől független tevékenység. Tehát valahol ezt az embernek össze kell hangolni, hogy az, amit tesz, az legyen kicsit ilyen kultikus és hozzá kötődő, tehát abból ő valamit befelé tudjon integrálni, valami. Hát ugye a munka kultusza az fejleszt. Úgyhogy igen, ez biztos, hogy elkövettem én is sokszor, hogy nem önmagammal foglalkoztam, nem a saját fejlődésemen dolgoztam, hanem
erre kívülről kellett úgymond ráébrednem ilyen tüneteken keresztül, hogy éreztem, hogy most már pihennem kell, mert... De például a gyerekeknél, kifejezetten mostani gyerekeknél szerintem sokan egyszerűen megrémülnek attól, hogy jaj, mi van, hogyha unatkozik a gyerek. Hát azért... De a gyermek nem unatkozik, hanem ő gondolja csak azt, hogy unatkozna a gyermek. Igen. Mi azt képzelni, hogy a gyermek az kicsi felnőtt, hogy a gyermek már pont úgy el van romolva, mint ő. Igen, és akkor elkezdik fölöslegesen szórakoztatni őket, fölösleges programokra vinni, moziba mindenféle olyan dolgot megvásárolni nekik, amikkel igazából pont hogy azt az értékes, amit a saját képzeletükön keresztül elérhetnének, azt. Hát, de sokan el is rontják a gyermekeiket, és akkor tényleg elhiszem, mert én is tapasztaltam a gyermekkoromban, már én is elég ritkán unatkoztam, de tehát én szerintem manapság akkor unatkozik egy gyermek, amikor már előtte túlterhelték, és tehát amikor tele van nyomva a játékokkal, és számítógép, és telefon, és amikor épp azt nem lehet, akkor neki nincs az bejáratva az a saját kreativitásra, hogy ő tudjon játszani. Tehát sok gyermek, ilyen cikkek már jelennek meg, hogy a gyermekek amiatt, hogy már 2-3 évesen odaadják az okostelefont, nem, tehát elszoknak attól, hogy ők játszanak önállóan, és tényleg nem játszanak a játékaikkal, csak mindig a kütyük. És hogy a teremtő fantáziájukat működtessék, amire nagykorúban nagy szükség lenne. Igen, és a természettől is elszoknak. Hát ugye nagyon sok szülő, és ez én szerintem nagyon sok édesanyának a hibája, hogy ne menj ki, mert sáros leszel, mert megfúj a szél, stb. Tehát nem a férfiak azok, ha bár már lehet, hogy már ők is, mert abba az irányba tart a világ, hogy a túlféltés, meg hogy a gyerekkel, tehát a gyerek... ne legyen annyi baj. Hát ez jött be most nem már. Nem szántak rájuk elég időt is. Na ez az, hogy már szülőknek sincs már fantáziája arra, vagy megszokása arra, hogy mit lehet a gyermekkel csinálni, amikor kettősben marad vele a gyermekkel. Igen. És most nagyon sokan meg vannak ijedve, hogy mi lesz, hogyha a gyermek otthon marad, otthon kell maradjon, nem mehet iskolába, mert ő nem tudja már, hogy mit kell csinálni a gyermekkel. Igen, pontosan. Hogy hozzá kell szólni. Igen. Hogy kell neki mesét mondani, hogy meg kell hallgatni a kicsi buta beszédét, stb. Igen. Közben a kicsi buta sokszor okosabbakat mond, mint a filozófusok. Igen. Ne dárd a szíved, te látszasz-e ott a képernyő? Látszik, látom. Na, igen. Jó, kiabálva, mint én, mondd el, hogy neked hogy volt a gyermekkorod ilyen szempontból? Te untad-e magadat? Egyáltalán nem. Hát én úgy voltam, hogy még 2 éves sem voltam, és órák hosszát ott voltam hagyva egyedül a szobába, a játékaimmal, és hát rengeteget játszottam. Tehát én úgy voltam... De te szívem, el tudtál játszani egy szappandobozzal? Úgy nőttem fel, hogy tehát, hogyha egyedül is maradtam, nem estem soha kétségbe, mert úgyis automatikusan jött nekem, hogy én valamivel lefoglaljam magam. Hát mert úgy voltál szoktatva, egész pici koromtól? Igen, egész pici koromtól, pontosan. Ezért hagytatok engemet egyedül, órákoztat, hogy tanuljon meg, hogy nem kell félni a magától, mert például azoknak az embereknek, akiknek 12-es házas karmájuk van, és nekem az van, nekem különösen fontos. De minden olyan embernek, akinek 12-es házas karmájon, vagy halakkarmája, de akár a szűz karmásoknak is, vagy bárkinek igazán jót tesz az, hogyha magányba tud lenni. De ez tényleg egy nagyon-nagyon szomorú valóság, hogy most rengeteg szülő kétségbe van esve, hogy mit csináljon a gyermekkel. Most kétségbe van esve attól, hogy szembe kell néznie azzal, hogy nem jól csinálta az életét, eddig a gyermekkel való viszonyát nem úgy rendezte, hogy kellett volna. Hogy az természetes. Hogy az természetes. És egészséges. Mert mi nem azért hagytunk magadra, mert hogy mi nekünk nem volt idő, mert otthon voltunk. Jó, édesanyád is, meg én is. Igen. Játszottam mi veleget. Jó. Hogyne. Na.
Tehát játszottam, de közben magadra is hagytalak, és mondtam édesanyádnak is, hogy úgy kell hagyni a gyermeket, mert egy darab szappan őzével tartóban, vagy szappanos dobozban el tudott mindent, be tudtál abba fantáziálni, igen, és igen. Nagy pszichodrámákat játszottál, ott még kacagtuk az édesanyáddal, hogy mennyi szereplőt tud kitott hozni ott, és azok igen, igen. Drámai konfliktusai voltak. Emlékszem. Gépnek, robotnak nézik a gyermekeket, csak annyi, hogy annyira nem robot, hogy ki lehessen kapcsolni, hogyha most otthon egyedül kell legyenek velük, mert akkor kell, helyt kell állni, úgymond. Igen. Igen, és a te kisfiad tud egyedül lenni. Igen, tud. Azért tud egyedül lenni, mert amikor nincs egyedül, akkor minőségi időt igyekszek vele eltölteni. Ami azt jelenti, hogy nevelgetem, beszélek hozzá, válaszolgat közben. Meg én azt látom, hogy tényleg annyira megbízik, meg annyira erős nála ez a bizalom, például ami nálunk eredetileg, tehát én még nagyon kezdő voltam akkor, amikor... Kezdő anyuka? Kezdő anyuka voltam, igen, még kezdő, hogy mondjam... Metafizikus. Még akkor kaptam, meg friss volt nagyon a sorsképletem minden, tehát még nem tudtam, hogy ezzel mit tudok kezdeni, vagy hogyan tudok ebből bármit kihozni. Én azért nagyon nyugtalan voltam, és ő ezt mindig átvette, szóval ő nem volt olyan, mint a tas, olyan nyugodt, hogy hát David reggel önmagában itt elbügyörészett volna, hanem igényelte mindig azt, hogy ott legyek a közelében, mert neki az jutott biztonságérzetet. Tehát jó esetben ez hát távolról is érthető, hogy az kell a gyermeknek, hogy a szülő otthon legyen, hát szerintem ez. Hát igen. Az. Igen. Hát ez olyan, csak hogy nem kell folyamatosan szórakoztatni a gyermeket. De mondjuk most a jelenlegi helyzetben szerintem sokan felnőttek közül is azért tényleg félnek, mert nem tudják, hogy mi lesz, hogy... De most mindegy, hogy félnek, a lényeg, hogy vissza kell szokjanak a normalitáshoz. Vissza, az hát vissza. Rá lesznek kényszerítve, hogy többet legyenek. Mert mi lett a koncepció? Hogy jaj, a nő mehessen dolgozni, mert akkor nem tudom, hogy mi lesz, ha nem lesz saját fizetése, saját keresete, nem lesz, amit dugni a férje elől, stb. Stb. Tehát akkor borzasztó, hogy nem tudja magát kiteljesíteni a munkába, holott a legnagyobb kiteljesedési lehetősége a nőnek most már kiderült a spirituális szempontból, tehát nem liberális materialista szempontból, a legnagyobb kiteljesedési lehetőség az, hogy édesanya lehessen. Mert hányan vannak úgy, hogy nincs, nem lett gyermekük, borzasztó, szörnyű cikkeket láttam, hogy babákat, de ilyen halott babák, nem halott, hanem műanyag babákat kivéhet a nők, viszik, hordozzák mindenhova, mint saját gyermekük, a városba, és mennek vele sétálni is mindenfele. Vagy a támágócsit, amit kitaláltak a japánok, hogy az kell majd gondozni, mert az anyai ösztön ezt kér is igényli. Tehát ezek nem véletlenszerű dolgok, ezt az Úristen belénk ültette a programokat, pont úgy, mint a pozitív vagy a negatív vírusokat, amiről beszéltem, hogy csak akkor lehet boldog egy nő, ha anyaságában is ki tud úgy teljesedni. Tehát szeretkezhet, amennyit akar, és falhat annyi férfit fel, amennyit akar, mert úgysem lesz attól boldog, mert neki fontos az, hogy anya legyen. Mint ahogy ez fordítva is igaz, képzeljétek el, hogy igazából egy férfi úgy 40-50 éves kora körül, neki is rájön, hogy ő legyen apa, ugye? Uh-huh. És addig lehetett akár mekkora kaszanova, és akár mekkora nagy feltaláló, és építhetett akár mekkora bábeltornyokat, vagy mit tudom én, írhatott nem tudom milyen könyvet, mert igenis fontos neki, hogy mint apa is, tehát hogy mondjam, felelősséget gyakorolva élje meg a felelősség által adott fejlődési lehetőségeket is. Igen. Ez is benne van, ez is feltétel a boldogságunknak. Bocsi, mondd a szót. Mondd el, Sára, hogy mit olvastál, hogy az olaszok mit csinálnak? Én is egy cikket láttam, hogy azt nem is tudom, opera énekes, és ez pozitív példaként volt bemutatva a cikkben, hogy egy olasz férfi otthon, hát ugye karantén van, és nem tudom pontosan milyen rendeletek vannak, de lehetőleg otthon kell maradni, és akkor
Én csak annyit olvastam, hogy az egyik opera énekes, vagy valamilyen énekes férfi, elkére kiállt, és akkor énekelte, amit tud. De Sára azt mondja, hogy ő nem egyedi esetről nem van egyedi, szó, hanem más, hogy ki, mindenki. Kimentek a balkonra, és így tartják egymásban a lelket, hogy gitára, meg közösen zenélnek, meg szaxofonnal. Mulatoznak, no, hát ez nem a helyes hát a magatartása. Igen, ez így van, csak hogy itt pont annak van itt az ideje, igen. Hogy amihez viszont csendés és nyugalom és befelé figyelés és úgymond számottvetés kell az eddigi élettel, az ahhoz ez nem megfelelő, igen. Ez, hogy mindenféle zene szóljon közbe, jobbról, balról. Hogy mi mindent kihagytak. Tehát ez egy más helyzetben esetleg működhetne, hogy nem is tudom, hogy tartani a lelket, csak most jó szívem, megértettük. Megértettük. Tehát, hogy de régebb, vagy egy-két-három évvel valamelyik, már nem emlékszem, melyik barátnőm írt, aki közben szült egy gyermeket, és írta azt a logoszon, hogy volt osztálytársaik, küldözgetnek neki egy-egy képes lapot az Eiffel torony alul, meg mit tudom én, Buckingham palotán kerítés elől, mit tudom én, hogy honnan, hogy mi, és mindenütt előttük egy-egy ilyen zöld limonádé, valami zét folyadék, és hogy ottan hogy vannak. De ez már évek óta így megy, de még egyiknek sincs gyermeke, stb., hogy már unalmas, hogy itt van, s ott van, már nem is nézi, már dobja el a képeslapokat, mert itt már abszolút nem érdekli, mert neki sokkal tartalmasabb élete van már, az a sok rózsaszínű zöld limonádi elmegy a francba, az kipisilik, stb., még azt a nylon szívószálat is eldobják, az Eiffel torony még áll, vagy 3-4-500 évig ottan. Már körben van a szemetelben. Igen, de körben, mindegy. De nem ez a fontos, hogy elmegyek, ide megyek, s oda megyek, s itt ülök, s ilyen látvány, s ezt láttam, s azt láttam, s milyen nagy, kimentem a Kilimandzsáróra, stb., hanem az, hogy belső önmagammal kapcsolatot teremtsek, és lehetőleg harmóniában legyek. Ezt szűzkormásként teljesen megerősítem, mert például én is úgy voltam vele, hogy nekem nagyon-nagyon fontos volt a munka meg, hogy olyan tevékenységet végezzek, ami tényleg valami eredményes, vagy létrehozzak valamit. Fontos, és az, hogy másért. A gyerekem megszületett, az például sokkal-sokkal több örömet adott. Tehát a vele való foglalatoskodás, most az, hogy pelenket kell rajta cserélni, az egyáltalán nem tűnt semmivel se kevesebbnek, mint az, hogy kiküldök egy hivatalos levelet, nem tudom hova, vagy megírok egy szerződést. És kézzeld el, hogyha még a szaros pelenkát ki kellett volna mossad, az mekkora nagy és ki is mostam, mert mosható pelenkái voltak sokáig. Na hát nekem. Hát nekem Medárdára, Etelkára, Turulára, azt hiszem még Rékára is mostunk, aztán Rékára már kapott emőke, ilyen alanyi jogon gyest, akkor léptünk be a Románia, akkor lépett be az Európai Unióba, és akkor azt mondtuk, hogy na most a gyest, most már van elég gyermeke, aha, a negyediknek is ne ő cseréges, ne mostuk annyi pelenkát, mert nekem akkor többet kellett dolgozni, és arra vettünk pelenkákat a gyesre. Annyira volt elég. Na, és Medárda, te mint fiatal hölgy, hogy érzed, hogy most... Hát én mindenáron ezt akarom közben szólni, hogy az anyaság az egy nagyon kemény önismereti. Igen. Tehát az anyaság az egy nagyon-nagyon kemény önismereti út, és igazából egy olyan szintere az életnek, ahol egy nagyon jó, kiváló lehetőség arra, hogy az ember saját árnyékényét leleplezze, hogy az hogy próbálja őt becsapni. Igen. És tehát ugye a gyermek az anyától örökli a karmát, és akkor meg lehet figyelni, én is magamon meg tudom figyelni azt, hogy az én árnyékénem hogy próbál az övével kommunikálni, persze próbálom én ezt leleplezni, és megmondani magamnak, hogy ezt így nem szabad, s következőben ne forduljon ilyen elő, de ez egy kiváló lehetőség arra, hogy úgymond az ember saját magával szembenézzen, és tehát, na. Nem jutott eszembe, bocsáss meg,
Hát nem csak, hogy arra jó, hogy olvassanak, és elmélyüljenek, és meditáljanak, arra is jó, hogy gyermeket is csináljanak, mert Európa öregszik ki, azt mondja, mindenki nagy tudományosan megállapítják, hogy hát öregedő társadalomba érünk. Hát, de honnan van az öregedő társadalom? Ez egy tudományos megállapítás, és aztán ezentúl nincs semmi a sajnálkozáson kívül. Igen. Nem? Na most van idejük, hogy gyermeket is csináljanak, szeretkezzenek, egymásra figyeljenek. Stb. Stb. Igen, majd behozzák a családi életüket, megbeszéljék igen, a... Igen, 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 ez nagyon fontos. Ez igen. Nagyon fontos. Mert ahelyett, hogy egyenesbe kerülnének, ahogy te mondod, gidároznak még mindig, igen. És szakszonokfondoznak a balkonon, ahelyett, hogy bevonulnának a szobába, igen. És megbeszélnének, mert mindenkinek vannak párkapcsolati, igen. És összeférhetőség vagy összeférhetetlenségi gondjai. Igen. Igen? Igen. Na. Még azt szerettem volna mondani, hogy a gyerekeknél tényleg az a legjobb, hogy ugye senki nincsen kivételezve, tehát én se gondolom azt, hogy már pedig én nem fogok 100%-ig megfertőződni, mert ha visszafejlődöm, én is elkaphatom ezt a vírust. Tehát nem tartom magam úgymond sem kiválasztottnak, sem bárkinél úgymond jobbnak vagy többnek, de az egy felemelő és óriási érzés, amikor az ember ismeri tényleg a saját sorsképletét, és mondjuk megbetegszik a gyerek azért, mert kábult volt, vagy öntudatlan volt, vagy egyszerűen nem figyelt oda, haragudott, vagy félt, elfojtotta a haragvását. Vagy elfojtotta, vagy félt, vagy mit tudom, megsebzi magát, és hogy milyen gyorsan helyre tud jönni, és regenerálódni tud a kisgyerek attól, hogy én felismerem, hogy mit csináltam rosszul képzeletben, mentalitásban. Te ezt aláírod a szív. Igen. Hát nálunk ilyen volt, hogy apuka egy kicsit veszekedett vele, úgymond, és tasnak lement azonnal a 40 fokos lázba. Hát, éppen nem azonnal, de... Emelt hangon, kauzálisan megmondtam, hát, hogy mi a baj. Igen, ezért mondtam, hogy idézőjelbe veszekedett. Hát beszélt az anyai tudattalanommal. Igen. Uh-huh. Bement oda az információ. Jó, hát volt-e így szíve? Nekem egy kicsit lassabban ment be az információ sajnos. De így van. De hogy észrevetted utólag, hogy tényleg azelőtt kavartál valamit, vagy elfojtottál, és attól lett idő beteg. Hát számtalan szó. Igen, igen. Hát persze, csak olyankor lett beteg, amikor én előtte úgymond elég intenzíven haragudtam. És akkor is, hogyha azt mondjuk elnyomtam, tehát hogy azt mondtam, hogy inkább foglalkozok mással, de nem oldódott fel, tehát akkor is betegséget okoz. És sajnos sokszor a gyermeknél. És a gyógyulás pedig tényleg, tehát egyértelműen összefügg azzal is, hogy az édesanyja mennyiben tudja saját magában azt a szellemi magatartást kiavítani, ami nem is annyira könnyű, mert hogy mondjam, tehát ugye egy egész reflexrendszer van bennünk, és akkor tehát nem egy-egy esetnél nem csak arról van szó, hogy na azt az egy esettel mit csinál az ember, hanem tulajdonképpen az egész személyiségében egy részt érint, és meg kell változni abban. Ami azért nehéz az embernek általában, tehát mindenkinek. Igen, mondjad, mert akartam mondani. Hát én ez jutott eszembe, hogy időnként lesz egy ilyen érzésem, hogy eddig és ne tovább, kész. Tehát, hogy ezt nem lehet folytatni, ezt a magatartást, ezt a hozzáállást, ezt a gondolatmenetet, és hogy ennek véget kell vetnem valahol saját magamban. És akkor olyankor, mikor én ezt el tudom dönteni véglegesen és határozottan, akkor utána mindig egy kicsikét felsikerül oldanom a karmámból. Na most egy picit engedj, csak üljek oda. Jó. Igen. Nekem most erről az jutott eszembe, hogy érdekes, hogy ez a vírus, már volt erről szó egy korábbi felvételemen, hogy ez nem a gyermekeket, tehát a gyenge személyiségtudattal rendelkező emberkéket támadja meg, hanem ez nagyon furcsa módon kivételt tesz, és a gyermekeket nem támadja meg, de attól még maradnak ugye az influenza vírus, a többiek még maradnak,
a hepatitis B, és így tovább, és így tovább, hanem inkább az elfásult, tehát régebb a többi vírus, amit eddig ismertünk, inkább a túlzottan nyitottakat, vagy a befolyásolhatókat, vagy a szédelgőket, a tévelygőket támadta meg. Itt ez a vírus inkább a befásultakat, a lemerevedettebbeket, az idősebbeket tehát, akik nem tanultak semmit az életből, és ahelyett, hogy rugalmasabbak lennének, egyre nyitottabbak a szellemi világ felé, annál inkább elzárkoznak, és annál inkább az egoista rögeszméik sugallataikat követik, ugye? Na most nagyon érdekes, hogy ez így van, de azt akarom mondani, hogy mert valljuk meg, az én igazságtalanságnak véltem és éreztem eddig is, hogy én állandóan ki vagyok annak szolgáltatva, hogy a gyermekeimet kell féltsem, és kell futkorásszak velük az orvosokhoz, amikor jól tudtam, hogy nem tőlem, nem miattam, nem én kavartam ott semmit, mert én megtanultam azt, hogyha agresszivitás lehetőleg nagyon ne folytsak el magamba, ha igen, azt inkább kiélem, és hogy magamat ne áltassam. Az, hogy közben meg voltam szivatva például azáltal, hogy itt minden olyan jól működik a társadalmi, közösségi szinten, és hogy a hivatalnokok rendesen végzik a dolgukat, az más kérdés, hogy én azt hittem, hogy Magyarország egy olyan ország, ahol most már minden úgy működik, ahogy Orbán Viktor mondja például. Mondjuk még akkor is, hogyha az nem metafizikailag nem minden nem mindig kielégítő, de legalább, hogy rend van, működnek rendesen a dolgok. Hát nem igaz, mert ez csak politikai szinten van meg. Átadják a végrehajtást a hivatalnokoknak, ahol a karmák pont úgy működnek, mint Gogol idején, tehát a Gogolnak a hivatalnoki életről, meg a Franz Kafkának a hivatalnoki, úgymond várakról, a kastélyakról. Ugye, Hanvas Béla, hogy írta. A kastély című jó, de Hanvas Béla már csak azután írta, tehát miután ő elolvasta a Gogol irodalmat, ja, meg Kafkának a regényeit, hát el kell olvasni a kastélyt, vagy a Per című regény, de a kastés az még jobb szerintem ilyen szempontból. Na, de tehát a lényeg itt az, hogy senki ne gondolja, főleg édesanyák, mert ti mint anyák nyilatkoztatok meg, hogy attól, hogy ez a vírus most nem támadja úgymond a gyenge személyiségtudattal, öntudattal rendelkező embereket, tehát inkább a gyermekeket, azokat, hogy csinálta az Úristen, nem tudom, de ez nagyon érdekes, ugye nem támadja meg, de attól még, hogyha ők idegeskednek, tehát az anyák idegeskednek, és feszültség alatt tartsák magukat, és hőzöngenek, és háborognak, vagy szivatják magukat, hogy nem baj, mert ők is a balkonon is zenélnek, és ott is énekelnek, és ott is folytatják a szórakozást, mert mit jelent, hogy szórakozás? Szétszórni a figyelmet. Tehát, hogyha úgy gondolják, hogy ez így jó, hogy ez a megoldás erre a helyzetre, akkor szembenézhetnek azzal, hogy így is fognak a gyermekek betegedni. Annak ellenére, tehát, hogy akkor ezért támadja meg a gyermekeiket ez a új koronavírus, hanem a többiek még inkább meg fogják támadni a többi vírusok a gyermekeiket, hogyha ők ennek következtében, mondom, ahelyett, hogy lenyugodnának, lecsendesednének, és végre örvendenének, hogy otthon lehetnek a szeretteikkel, illetve hogy szeretteik otthon kell, hogy legyenek velük, ugye? Ahelyett még feszültebbek lesznek, még idegesebbek lesznek, hogy most nem tudnak internetezni. Volt feleségem, amikor legelőször interjút, ezért is internetvonalat szereztem neki számítógépet, elkezdett női oldalakon így csettelni nőkkel, azért, hogy horoszkóp rendelőket szereljen. És ott mutogatta, hogy mik vannak, és akkor kiderült, hogy az otthon ülő nők, a családanyák, gyesen ülő nők, ahelyett, hogy gyermekeikkel foglalkoznának, és amiért kapják a gyest, ülnek az internet előtt, és egymás szórakoztatják. És mindenféle szamárságot ott írnak egymásnak, úgy, amikor a nő ugyan szabadjára engedik magukat, hogy a végén egyik már azt se tudta, hogy milyen rendkívül dolgot mondjon, vagy írjon, vagy milyen csúnyát a férjéről, és lehúzta a budját, fényképpel, tükörbe lefényképezte a saját fenekét, és azt felrakta, hogy a többiek nézzék. Na, tehát, hogyha azt gondolják, megint, hogy mondom, hogy ez nem arra való,
Igen. Hogy magukba forduljanak, és ha foglalkozzanak a szeretteikkel, és ha nincsenek, akkor olvassanak spirituális regényeket, beavatási regényeket, nem ilyen ultraizét, mint a nagy szám volt annak idején, az Ulisses, még én is elolvastam keresztül, láttam magam tiszta sznobizmusból, de máig sem jó pozitív élményem nincs róla. De vannak jó regények, például 22-es csapdája, vagy Mester és Margarita, stb. Azokat nagyon élveztem. De a lényeg az az, tehát, hogy ahhez, tehát hogyha most ettől felbőszülnek, hogy a sors ellen, vagy a mit tudom én, azok ellen, akik állítólag előállították a vírus, vagy az Úristen ellen, akkor hiába, hogy ez a vírus megkíméli a gyermekeiket, ma többiek még annyira nem fogják megkímélni. Igen, igen. Tehát nagyon kell vigyázni. Hát vagy ami jellemző, hogy egy ilyen nagy családi ünnep után, amikor összegyűlnek többen, és akkor mindenki úgymond elkenni a dolgokat, és egymás szemébe hazudik, vagy egyszerűen csak áltatja a másikat, akkor ugye egy ilyen nagy lakoma után jönnek a hányás hasmenéses vírusok meg betegségek, tehát bármi kialakulhat. Nem csak ez a vírus létezik. Uh-huh. Hát, nem megfelelkezzük a többi. Igen, igen. Hát az összes többi hibás mentalitásra is figyelni kell, nem csak arra, hogy ne legyünk megkövesedettek, vagy ne hagyjuk magunkat úgymond visszafejlődni, hanem tényleg így. Voltak ilyen megosztások, ugye azt, amit említettem, hogy apa home office-ban a gyerek otthonról tanul, anya megfogja a homlokát. Tehát azért nem kell ezt tragédiának megélni, hogy most mindenki otthon van, és akkor nem... Ezért ez elég durva. Csinálhatja korlátlanul azt, amit éppen tekintet nélkül másokra jól esik neki. Ja, tehát egy probléma az, hogy otthon vannak a tekintet. Így van, így van. Hát ez szomorú, de tudom, hogy van ez így sokaknál, vagy legalábbis egy jelentős résznél. Én még azt szeretném elmondani, ami olyan szempontból vág ide, hogy azzal kapcsolatosan, hogy az ember sokszor, amíg nem lát eléggé tisztán szellemben, amikor veszélyben érzi magát, vagy a szeretteit, akkor hajlamos arra, hogy az Istent támadni kezdi, és olyan gondolatokkal, vagy olyan alapon, tehát hogy milyen alapon tesszük ezt, mert azt gondoljuk, hogy az Isten az, aki rombol, tehát aki ezt ellenünk teszi, ő az, aki minket veszélyeztethet. És ezt én is nagyon sokszor megszenvedtem, hogy hát ugye nőként is ugye az érzelmeim sokszor előrébb futnak, mint ahogy át gondolnám. Tehát úgymond elöntenek az érzések, és indulatokká válnak. Tehát, hogy nem az Úristen az, aki minket rombolna, és igazából még hogy nem is ő, tehát nem az abszolútum, nem az ős forrás az, amelyik beleütköznénk, hanem az egyetemes törvények szerint ugye működik a világ, és tulajdonképpen az történik, amikor veszélybe kerülünk, amikor rombolódunk, akár baleset, akár betegség által mi vagy a gyermekeink, hogy tulajdonképpen szellemben tartunk egy olyan irányba, tehát egy olyan szellemi szférába, egy olyan szellemi dimenzióba, egy olyan szellemi területre hatolunk be, ahol, tehát azzal rezonálunk, tehát mi magunk is valahol rombolóak vagyunk, és más romboló elemek közé kerülünk, és azt érezzük, jól mondom meg, hogy azt érezzük, hogy fáj, és például egy betegség, vagy egy baleset esetében ezt megtapasztaljuk a fizikai szinten, de ugyanez van a szellemi szinten is, tehát hogyha én egyszer gonosz vagyok, gyűlölködök, haragszom, vagy hazudok magamnak, akkor azt jelenti, hogy a szellemi világban egy olyan területre megyek be, ahol szintén ilyen elemek vannak, és azoknak végül is az áldozata leszek. Ezt azért is akartam elmondani, mert nekem, hát csak hogy alátámasztam, nem azért, hogy most megint magamról beszéljek, de
Tehát én is nagyon sokat haragudtam az Istenre, és végül is azt hiszem, hogy nagyon, nagyon kegyetlen tapasztalaton mentem keresztül a szülésem előtt, tehát úgymond a mai szülészeti állapotoknak köszönhetően, tehát hogy nagyon sok orvos ellenségnek nézi ugye a kismamát, és is be akar avatkozni, nem törődve azzal, hogy pont azzal veszélyeztet, vagy rombol. Ha nem is ellenségnek, de ebben a rom állatnak, aki rá kell hallgasson. Hát igen. És hogyha nem hallgatná, akkor biztos, hogy csak rosszat csinálhat. Tehát nagyon nehéz feldolgozni azt, ahogy bántak velem, tehát úgymond személyiségben megaláztak folyamatosan, és fizikailag is veszélyeztettek, és végül is, de mégis ezen keresztül értettem meg azt, hogy én rezonáltam velük, és máshogy, és hogy mondjam, még hogyha ugyanezek közé is kerültem volna, de hogyha én, nekem az előéletem nem lett volna olyan, nem a távoli, hanem mondjuk ugye az előtte lévő 2 év vagy 3 évnek a nagy része olyan, hogy rengetegszer voltam nagyon is önző, és akartam olyasmit lerombolni, ilyen hirtelen jött és csak önző vágyak megvalósítása miatt. Tehát nagyon sokszor ennek az áldozata lettem, és ezt éreztem, és ebből az irányba elindultam. Tehát ennek megfelelően kerültem olyan helyzetbe, hogy úgymond ezek az orvosok így kellett, tehát így viselkedtek velem, tehát úgymond szellemi szinten arra a részemre reagáltak, és ez már nem volt elkerülhető igazából, hogy ilyen visszahatások történjenek velem. Tehát én azt tudom mondani, hogy mindenhez, ehhez a világ járványán növő vírus terjedéshez is így kell hozzáállni, hogy akárkit is érint, fertőz meg ez, vagy más veszélyes vírus, vagy akármilyen más veszélyhelyzet áll elő, akkor mindenképp az ember, ahelyett, hogy az Istent elkezdené támadni, tartsa azt szem előtt, hogy vagy ő maga, tehát hogyha vele történik, akkor ő irányította saját magát olyan szellemi helyre, ahol ezek a visszahatások érik, tehát rezonancia szerint ő olyan vírusokkal találkozik, vagy olyan emberekkel találkozik, akik ezt elkövetik vele. Amennyiben gyermekekről van szó, akkor pedig őket gondozó édesanyához tartoznak. Hatás-visszahatás törvény alapján is történt veled, ami történt. Igen, hatás-visszahatás törvény alapján is, tehát hát igen, nem annyira a rezonancia, mert ez egy már meg egy végül hosszabb... is a fejlődés törvény alapján is, mert te metafizikáról... Fejlődés törvénye, igen. Elméletileg tudtál rengeteg dolgot, csak igen. Nem valósítottad meg. Tehát... Igen, például ez egy fontos dolog, mert szerintem nagyon sokan vannak így. Azok, tehát ugye tudjuk, hogy azért nem, tehát mondjuk az európai lakosságnak is, ha csak őket vesszük, egy kevés része az, aki tényleg nyit a metafizika felé, és nem a rózsaszín, stb., meg az okult. Nem a misztika, nem a misztika, hanem tényleg metafizikai ismeretekre tesz szert. És nagyon kevés az, aki viszont realizálni, tehát annak megfelelő, tehát be tudja váltani, úgymond a tudását, az élete gyakorlatában. Nem, hogy tudja a szívem. Ott vannak az életfeladatok a házakban. A házak megmutatják a gyakorlati életfeladatokat, és azt nem hajlandók felvállalni, mint hogy te sem. Igen.
Hát mármint, hogy valamit felvállal az ember, de nem tud benne helytállni. Vagy igen, vagy nem tud, vagy elveszti a türelmét. Vagy bizonytalan, igen. És a hitét veszti el. Uh-huh. Bizonytalankodik, és akkor megkapja megint hatás, visszatás meg törvényel. Megjön a provokáció, hogy akkor erősödjön meg. Így van. Így van, tehát, megy vagy marad alapon. Így van, vagy felfelé, történet. Vagy lefelé, de valamerre. És mit akartál ezzel mondani? Mi befejezte? Most nem tudom, hirtelen, hogy befejeztem. Hát, hogy nem csak az Istenre haragudjanak, hanem... Hát igen, tehát, hogy meg kell nézni minden esetben, ne az érzelmek legyenek az elsők, hogy félünk, haragszunk. Hanem a realizáció. Hanem meg kell nézni, hogy miért. És nem az önérzet, mert van, akinek az Istennel szemben is vannak önérzetei. Igen. Biztos. Nem csak tűzkarmások nem biztos. És a bakkarmások nem. Igen. Igen. Na szívem, akarsz-e mondani valamit, mert lassan be kell fejezzük, és nekem még lenne egy végmondani valamit. Jó, egyszer, hát azt nem ennyi volt, hogy... tehát, hogy semmiképp nem a pánik, és nem az Isten támadás, és az ilyen úgymond katasztrófákba, vagy katasztrófa veszélybe, nem azt kell firtatni, hogy hol van az Isten, miért engedi, stb. Az Isten megvan, és lehet felé. És nagyon jól csinálta. És lehet felé menni, és lehet boldogságot megvalósítani, de tudomásul kell venni, hogy mindannyiunknak megvan a lehetősége rossz irányba menni, és nagyon sokan meg is tettük, meg is tesszük, és akkor akár a legjobb tudósok is ráállhatnak arra, hogy nem most feltalálják az ellenanyagot, mert úgyis jön más vírus, másféle katasztrófa. Persze! Hát aztán... Közúti baleset, tehát úgyis mindenki a maga sorsa szerint, hát szerintem... a visszahatás... Most említsd fel, hogy volt az AIDS vírus, úgyis az is, mintha semmiből jelent volna meg, amikor a hippizmus után elkezdtek, hogy mondjam, ez a zabulátlan kefélhetnénkség, vagy hogy mondjam, zapfolátlan össze-vissza dugás, ugye? Gyere vissza, most már. Tehát volt előbb, ami úgy nagy port vert fel, hogy megijesztette az emberiségét, nem ekkora szinten az AIDS vírus, ugye? Az, amikor a hippik kitalálták, hogy sex and not a vör, ugye, hogy szexeljetek olyat, hogy háborúzzatok. Hüvelé Balázs, azt mondta az Úristen, hát nem annyira azért, álljon meg a verekedés, és akkor szépen beküldte azért a... Hát múltkor láttam egy ilyen felsorolást, hogy melyik évben milyen vírus, ez az SRS, akkor a... Na várjál, meg akarok lyukadni, igen, és akkor utána jó pont így, ahogy felsor lehet sorolni, én azt nem tudom, de aztán jött a madár influenza, azok is jól megijesztette az emberiséget. Mondom, a Bábel tornyukat lelőtték, akkor még volt, akkor ránk küldte a migránsokat, elindította, stb. Nem ébredtetek fel, na tessék, akkor most itt van. Azelőtt volt még, milyen vírus volt azelőtt? Hát a marha, kergemarha. Hogy ne egyenek annyi húst az Isten. Sertős influenza. Ne tessék enni annyi húst. Akkor nem ébredtek fel, akkor pestis, sem. Pestis, milyen pestis? Mit csinált? Sertéspestis. Igen, sertéspestis. Mit csinált az állam? Még nagyobb pénzt nyomott be az állatiparba, még több zétetisznó termelt. És senkinek nem eszébe nem jut, hogy egy sertés hús, vagy egy csirkehús, egy kiló csirkehús mennyi gabona elfogyasztását igényli, és mennyi vizet, amit mondjuk igen. Lehetne másra használni. Na, hát a lényeg az, hogy még akarsz mondani valamit? Hát, hogy az ambíciókat kell egy kicsit visszafogni. Az ambíciókat. Milyen ambíciókat? Tehát, hogy nem mi az eszünkkel akarjuk kitalálni, hogy mi az, ami a legjobb nekünk, hanem egy kicsit a lelkismeretünkre jó ez a lelkismeret. Tehát próbáljuk megismerni magunkat a sorsképletünkön keresztül, és az alapján a tényleges feladatainkat felvállalni, és ne olyan dolgokat kergessünk, ami nem a mi dolgunk, vagy nem kell nekünk abban kimagasló eredményeket elérni. Hát erre mondom a Kovács Magyar András előadásai kapcsán is, aki kitűnő dolgokat mondott a vírusokról, részletkérdések, hogy az hogy működnek, hogy gazdaságba bele költenek, és akkor ott a programokat, a szoftvereket, ahogy ő mondja, küldik ki különböző sejteket, ülteti be kakuk tojásait, és akkor ott megint fejleszti, és akkor így árassz el a szervezetet, stb. De nem mondta meg a lényeget, hogy miért, hogy ezt a tulajdonképpen nem
nem lehet kinevezni a vírusokat ellenségeknek, ő nem is nevezte ki, hanem azt mondja, hogy ezek adott dolgok, de mi vála, hogy mondjam, mi indítja el bennünk, azt mondja, hogy a morfogenetikus tér vagy környezet. Mondom, na most végre, most megmondta az igazat, itt van, basszam, hát mit mondom, mit nevező morfogenetikus térnek a környezetet, amelyik a hibás, ugye, mert olyan negatív helyzetek elé állítja az embert, hogy attól aktiválódnak ezek a vírusunk bennük. Tehát megint a külső környezet a hibás, és ő majd megadja a nagy elixírt, amivel megmondja az immunrendszernek, hogy most ezzel ellen kell védekezni, és akkor az immunrendszer 3 hónap múlva biztos, hogy kitakarítja azt az egy vírust a szervezetből. Miközben van vagy 700 vagy 7700, nem tudom. Na, tehát a lényeg itt mi... Nem lehet kívülre fogni, tehát muszáj ezt a hibabelátást elérni, hogy... A hibabelátást, igen, csak milyen, tehát az sem lehet, hogy akármi, mert olyasmi van, hogy te azt mondod magadnak, hogy hibás, és közben metafizikai szempontból nem hiba, mert valaki azért szidja magát, hogy miért nem tud többet dolgozni, vagy mit tudom én mi, vagy miért nem tud több nyelvet tanulni, vagy miért nem tud igazgató lenni, vagy ilyes. És vannak olyan hibák, mondom, amiket te elkövetsz, de azok nem hibák metafizikai szempontból, és fordítva, hogy meg kellene csináld, és nem csinálod meg, mert nem tudod, hogy az metafizikailag fontos. Tehát oda akartam kiukadni, hogy ez nem feltalálás, mint a Kovács azt mondja, hogy ezeket ő találta fel, ő ismerte fel, ő egy nagy feltaláló. Rendben van, az tényleg egy zseniális fickó. Csak hogy amit én mondok, meg is oda lyukad ki, hogy tessék eljönni hozzám, mert csináltam egy ilyen komputert, azon megtalálom, hogy neked milyen vírusod van, akkor neked odaadom ezt az üvecskét, az elixírt, amelyik megmondja a tudattalanodnak, hogy milyen vírus az immunrendszerednek, ugye, hogy az milyen vírus ellen kezdjen dolgozni. És akkor most nehogy én is úgy jöjjek ide, mint ő, hogy most, amiért egy kicsit így, tehát elismerem a zsenialitását, és az, hogy ő a természetgyógyászok között most már ezzel az én szememben első embernek lépett elé. De én azt, és akkor vagy a máskor meg azt mondja, hát igen, mert megint a Hartmann vonalok azok, amelyek megint aktiválják ezeket, tehát az ő régi fixa ideája. Nem akarok én is ide jutni, hogy azt mondjam, hogy az asztrológia, mert ezt az asztrológiát nem én fedeztem fel. Hát az egyetemes törvények. Igen, azok vannak. Így van. Tehát, hogy nem megkerülhető, oda akarok kiukadni az asztrológia, mert a személy képletedből mondható el, hogy te milyen negatív mentalitásra vagy hajlamos az általános pozitív mentalitáshoz képest, vagy az eredeti spirituális mentalitáshoz képest, amiért pont ide jöttél, ide küldött az Úristen, hogy azokat old fel. Igen. És te nem azt csinálod, hanem annak az ellenkezőit, vagy ezt Igen. dagasztod, vagy ezt verkized. És akkor persze, hogy azok aktiválódnak automatikusan, ahogy mondta Viola az előbb, hogy nem az Úristen, aki rosszat csinálja Igen. neked, hanem ezek azért, ez egy egyetemes, objektív program, egy objektív, hogy mondjam, trend, törvényrendszer, törvényszerűség, amely aktiválja benned azokat a negatív vírusgócokat, tessék, ha már vírusokról beszélünk, ugye, amelyek összhangban vannak azzal a negatív mentalitással, amit te gyakorolsz. És ezt látható a horoszkópban. És akkor azt mondod, hogy kész, hát én eddig csináltam ezt a hülyeséget, nem tudom hányszor belekerültem, nem tudom milyen Igen. vírusos betegségbe, még el kellett menjek Kovács Andráshoz is, ugye, ő megadta az elixírt, de megint akkor jött egy másik vírus, Igen. arra is megadta az elixírt, csak olyan a harmadik, a negyedik vírus. Tehát, hogy végül is ezeket a programokat kell megismerni, szembenézve velük, és feloldani, illetve a megfelelő pozitív mentalitást begyakorolni. Igen. Tehát ezért mondom, hogy nem kerülhető meg, és itt most nem azért mondom, hogy ez a reklám helye, de nem kerülhető meg semmiképpen az asztrológia és a metafizika. Nem, hát a gyerekek sem tisztán jönnek a világra. Hát persze! Sajnos a pszichológia volt az, aki elkezdte magyarázni, hogy mert hogy milyen környezeti hatások érik a gyerekeket, és hogy majd ettől lesz nem tudom milyen betegségük később. Hát nem, mert pont azért érik olyan környezeti hatások, mert ott van benne az a sötét lyuk, úgymond idézőjelben. Ott van például végre egy olyan pszichológus, aki elismeri ezt a sorsöröklést, az orvos Tuk Noémi,
De ő is csak a, ő is az egészet nem nézi meg, hogy ez anyai ági örökletes program. Igen, azt talán még el is mondja, mert ő is mondta, hogy, hogy ő került olyan helyzetbe anyaként, hogy érezte ezeket a... Az egy dolog, hogy anyaként. Hát, de nem mondta, nem. Ő azt mondta, hogy nagyapjától örökölte. Ja, értem. Azt mondja, hát anyai ágon öröklődnek, igen, ezek a programok. Mert Skorpió, kimondottan Skorpiókról, programokról igen, beszélt, igen. Bár nem nevezte meg őket, igen. Én ismertem fel, de azt nem mondta, hogy az anyjától, hanem hogy a nagyapjától, vagy honnan, mert ott látta ezt a skorpiói mentalitást, amit észrevett magában is, és a gyermekében is. De előtte még nem tisztázott, hogy ez kimondottan, noha egy pszichológus kis biológiát is kellene, hogy tudjon, hogy ez kimondottan anyai ágról, sőt, van, amikor direkt az anyától. Hát a betegségeket is azért hívják anyai ági örökletes betegségeknek. Hát hol hívják, azt én neveztem el. Hát, az tudomány is. Igen? Hívja, igen? Bár úgy lenne, tényleg? Ez egy nagy öröm. Hát én emlékszem régen, amikor volt bárhol ilyen korábbi betegségekről kellett beszámolni, akkor úgyis volt rajta papíron, hogy anyai ági betegségek. Na. Tehát hát akkor közel kérdezték. Járnak. Hát akkor miért nem mondják meg a teljes igazságot már? Na. Hát úgy, ahogy nem katolikusok, hanem pont most olvastam egy-két ilyen verses, ilyen evangéliumi beszédet, Jézus beszédeit, és ott is azt írták, hogy hát a gyümölcs, vajon milyen gyümölcs, hát a, mi lehet az, tehát nem, ott sem mondja ki a... De várjál, mert ott azért nem mondja ki, mert Jézus egyszer mond egy ilyen hülyeséget valahol, azt mondja, hogy azt kérdezitek, hogy az miért lett beteg, hogy mit csinált az anyja, mit tett az apja, és azt mondja, nem az apja, és nem az anyja miatt, hanem mit tudom én, önmaga miatt lett beteg. Jézus mondja ezt így, nem vagy két helyen is az evangéliumban. Ő letagadja tehát az öröklődést, a betegségnek az öröklődését, hogy a mentalitás szerinti betegségét, hogy ő csodát tett, amikor kiűzte a zördögöket, a démonokat ott a szigeten az megszállottból, vagy amikor feltámasztotta a halott leán, stb. Az csodaként van leírva, tehát az ő, rá van kenve az ő isteni nagy hatalmára. Ez a probléma itt a vallással, az egész vallással, hogy a vallás nekem... Félre magyaráznak dolgokat ott is. Nem dolgokat, az alapvető tényt magyarázzák félre, rákenik Jézusra az egészet, érted-e? Hogy azt az ő csodálatos isteni lénye volt, az kellett ahhoz, aki akkora csodálatokat tud tenni, csodákat tudott tenni, stb. A vallás nem jó út ilyen szempontból sára. Érted? Tehát nem jó út, sajnos, bár lenne, de ott pont az alapvető tétel van letagadva, amire Jézus nem azt mondta, amikor azt mondta, hogy nem azért mondta, hogy ő mekkora nagy fiú, milyen nagy ő milyen nagy lumen, ugye, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és hogy rajtam keresztül lehet elérni az atyához, hanem ő az én tudatról beszélt. Érted? Én ezt értem, és erre akartam rávilágítani, hogy a magyarázatok, tehát nem a példabeszédekben vannak félreérthető szöveget, hanem a magyarázatokat mellé fűztek, ott pont, hogy a magyarázatban szerepelt az, hogy vajon milyen gyümölcsről beszél Jézus, és pont, hogy ott nem sorolták fel azt, hogy azért a gyümölcs az végül is az embernek a gyereke valahol. Hát a fát is így állítja hasonlóságba, vagy hogy mondják. Jó, hogy ezt mondod. Hasonlatot mondja, hogy amelyik fa nem terem gyümölcsöt, azt kivágják, az emberhez teszi hasonlatosra, hogy amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, aki... De látod-e, hogy szívem, hogy itt mi van, miről van szó? Nem szerepelnek a gyerekek ebben. Igen, nem szerepelnek. Jó, gyermekek... Hiányoznak a magyarázatokból, a vallási tételekből olyan dolgok, ami lényeges lenne az ő szövegéhez, vagy az ő beszédeihez. Hiányoznak, mert benne vannak az ősi Bibliában, a zsidó Bibliában, hogy a gyermeket úgy kell kezelni, mint a szőlőveszőt, hogy meg kell nyírni, és ezeket a negatív hajtásokat le kell nyírni, akár a szőlőveszőjével is, azt írja. És erre fel a liberálisok, a humanisták aztán, nem kell, menjen francba. De az milyen megható, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert nem tudom, hogy mi lesz, odaszarok tőle. Na, tehát kell vigyázni, mert itt a Bibliában is mondom, vagy az évben az evangéliumban ellentmondások vannak, mert más helyen azt mondja, tanítványok direkt kérdezik, és azt mondja, azt kérdezitek tőlem, hogy az apja, az anyja mit csinált, vagy a nagyanyja, hogy miért lett beteg, vagy miért lett, azt mondja, nincs ilyen, nem az apja, nem az anyja miatt, hanem mit tudom én, mert így akarta az én atyám, s azért. Érted? Uh-huh. Igen, uh-huh. Ilyen van. A kanonizált evangéliumban. Nagyon kell vigyázni. Tehát itt van egy ellentmondás, úgyhogy nem csodálkozom, hogy a buta papok, akik ugye nem élnek szexuális életet, és nincs gyermekük,
Mert van, amikor valaki azért gondolkozik úgy, mert nincs róla, valamiről nincs tapasztalata, akkor nem is gondolkozik arról. Hogy mondtam neked régebb, hogy azt írta nekem valaki, hogy majd Pesten valahol összefutunk. Hát én akkor már három vagy négy gyermekes családapa voltam, ami nem futkakoráztam Csíkszeredából Budapest, hogy összefussunk majd valahol. Igen. Na, meg olyanokat igényeltek, hogy nem tudom, hogy este későn, vagy mikor, vagy reggel nagyon korán, hogy beszéljek velek, vagy legyek ott az interneten, hogy csetteljünk. Hát nem lehet nekem. Igen. Kell futni, ide kell oda futni. Na, mit akartam mondani? Mit akarsz-e mondani valamit, szüve? Most ezzel kapcsolatban. Mert Dárda, te? Semmit. Akkor én azt akarom itt mondani még, hogy én nagyon sajnálom, hogy amilyet, hogy ilyen a készülékünk, hogy többször is írtak már rám, hogy halkan beszélünk, és nem lehet érteni semmit abból, amit mondok, vagy mondunk, és hogy mondjam halkabban, mert nincs, amit csináljak ezzel a géppel, hogy jobban felvegye, és kell, én közben itt ordibáljak, vagy legalábbis úgy érzem, hogy kell, mert én nem ilyen vagyok a mindennapi életben. Ezt most itt vagytok ennyien, aláírhatjátok, így nem? Van, így van. Hogy ilyen ordibálós fickó? Nem. Tessék? Nem. Úgyhogy itt nehogy megtévesszem valakit, mert olyanokkal állnak elő, hogy én meg hogy mindig kiabálok, hogy akkor én egy olyan lény lehetek, aki alacsony vibrációba élek, és akkor így terjesztem magam körül, és akkor nem érdemes velem foglalkozni, vagy tőlem horoszkopot rendelni, mert hogyha ilyen ordibálós vagyok, akkor biztos, hogy én is ilyen. Hát, ilyen szerintem ilyen. Akkor a két éves tos is itt rettegnek. Igen. Na, úgyhogy ezt akartam elmondani, hogy majd idővel szerelünk egy másik kamerát, illetve arról volt, hogy szerelünk egy ilyen mikrofon, de vettem egyet, és arról kiderült, hogy nem USB-s a csatlakozója, nem ilyen henger csatlakozója van, na most az kellene valahol rendelni, csak ezek a Viviennék úgy megkavarták. Kínálom, az is. Vagy, nem, egyszerűen nem jut eszembe, hogy mikor leülök a számítógéphez, annyi csinálni valóm van, és annyi dolgom lenne, és annyi meghallgatni valóm lenne, hogy ezt elfelejtem, hogy ilyen USB-s csatlakozó kábeles mikrofont szereljek hozzá. De csak most itt azért jutott ez eszembe, és azért kellett ezt elmondanom, mert végül is három nő van körülöttem, idő ott volt az előbb, és elment onnan. Tehát négy nő hallgatta, hogy mit mondok, és három felnőtt nő legalábbis tudja konfirmálni, hogy én nem vagyok ilyen ordibálós, kiabálós ember, sőt, nagyon szeretem a csendet, a nyugalmat, a kevés zajt, és nem szeretem az olyan embert, aki kiabálós, akkor én sem kiabálok. Sőt, van, amikor olyan csendesen szólok, hogy Viola nem érti, hogy mit mondok. Na, úgyhogy kérem szépen ezt figyelembe venni, és nem hagyni magukat megtéveszteni azáltal, hogy közben ilyen nagyon-nagyon hangosan beszélek. És akkor ez engem fel is turáz, így szenvedésen kezdek gesztikulálni. De úgyhogy hogy oda jutottam már, hogy észrevettem a múlt héten, hogy a YouTube program, amivel töltöm fel a videókat, és akkor kiválaszt egy-egy képet új reklámnak, és mindenütt egy ilyen hogy is hívják ezt, Blátszepes, hogy hívták, a Dracula ilyen, ilyen izéket válasz ki. Fintor. De olyan fintor, de én közben kacagok is, meg van, amikor, hogy lágy és puha tekintetem, de nem, mindig ilyen, mint hogy a két szarvam lenne, és így ordibálnék egy nagy véres késsel a kezembe, a kamera őrült, azt válaszza ki. A háromból, mind a három nézem, és a három közül a legdurvábbat rakja be középen, amit ő felrakna magától, hogyha jóvá hagynám. Régen még kerestem a három közül egy enyhébbet, de most már nincs, amit keresek, mert most egyre inkább csak ezeket a... ilyen képeket rakja fel. Úgyhogy nem ilyen vagyok, kérem szépen, eljúzni neked. Lehet, hogy van valami statisztika, hogy erre kattintanak rá az emberek a legjobban. Lehet, nem tudom. Szenzáció éhesebb. Igen, csak hogy az a témakör, amit én foglalkozom, az nem erről szól, hogy ottan... Emlékszem, hogy Gerle Éva választott ki valami kés, nem tudom, miért mutattam, megint születésnapi tortát vágtam, vagy mit, felrakta egy olyan angol szöveg kísérletébe, vagy az erdélyi Dracula. Vagy villő volt ez? Lelkes villő volt. Igen. Na, de most már látom, azt csinálja magától a YouTube program is.
Na, tehát nyugodtan lehet horoszkópot rendelni, mert nem vagyok ilyen emberfalú és ilyen harapós horoszkóp értelmezés közben. Nem, sőt, ha én felmerem tenni a legbudább kérdéseimet, akkor... Nem buták, persze, csak de jó poén volt. Na jó, ennyit akartam még elmondani, és tessék nyugodtak lenni, attól függetlenül, hogy én idegesnek látszom, nem kell ezt átvenni, mert ez a, hogy mondjam, a gép, mit tudom én, hangfelvevő kapacitása miatt vagyok ilyen, tehát nyugodtan lehet horoszkópot is rendelni, és hogyha nem rendelnek, akkor is tessék nyugodtak maradni, jó? Van valami mondani való még? Nincs van. Puszi-puszi. Isten áldja önöket!